belsőgési motorok tanszéke azzal a céllal alakult meg, hogy magas színvonalú oktatást biztosítsunk a belsőgési motorok területén. Ezt a célt elérve most már nem csak magyarul, hanem angolul is tanulhatnak hallgatóink, mind alap, mind pedig mesterképzésben is. A tanszékünkön számos kutatás és fejlesztési tevékenységgel is foglalkozunk. Ehhez kapcsolódóan rendelkezésre áll egy felületanalitika laboratórium, egy tribológia laboratórium, és 2019-ben pedig bővült tanszékünk, megépült a második motorfékpadunk, kiépítés alatt van egy turbofeltöltő tesztpad, egy villamosgépek és hajtások laboratórium és egy elektromos motortesztpad. Kameránkkal körbejártuk a Széchenyi István Egyetem tanszékét, hogy közelebbről is megismerjük az ott folyó vizsgálatokat. Először a villamosgépek és hajtások laborba látogattunk, ahol egy egyedi fékpadot mutattak be nekünk. A közvélemény, illetve a járműgyártók figyelme most már inkább a robbanomotoroktól az elektromos meghajtású autók járművek fele fordul. Ezek a laboratóriumok alkalmasak arra, hogy ezekben a járműhajtásokban szereplő gépeket, villamos motorokat, a hozzájuk kapcsolódó hajtásrendszert vizsgáljuk. Egyrészt a fejlesztéshez kapcsolódó próbákat végezünk el rajtuk, másrésztről pedig már a kipróbált konstrukciókat hosszantartó próbáknak lehet alávetni. Ez egy Áfol gyártmányú fékpad, és abban innovatív, hogy egyrésztről tág teljesítmény határok között tud villamosgépet vizsgálni, néhány kilowattól 500 kilowatt teljesítményig, és ehhez járulva alacsony fordulatszámtól tartósan 22.000 fordulat per perc fordulatszámig, és rövid ideig tartó üzemben pedig 24.000 fordulatig tud felmenni. A turbó feladata, hogy hasznosítsa a motor által kibocsájtott kipufogógázt. A tanszéken egy olyan tesztpad is üzemel, aminek segítségével szélsőséges körülmények között is vizsgálható a turbó feltöltő. Nagyon fontos az, hogy azon peremfeltételek között is tudjuk tesztelni az adott alkatrészt, amit a valóságban majd járműbe építve megkap, de minőségbiztosítás és fejlesztés szempontjából még inkább fontos, hogy az alkatrész ne csak azon környezetben teszteljük, amit meg fog kapni a valós életben, hanem annál mindig egy biztonsági tényezővel ellátott nagyobb terheléssel járassuk. Itt érdemes megkülönböztetni egy hideg és egy meleg oldalt egy turbófeltöltőn. A meleg oldalba, a turbina oldalba lép be ez a meleg gáz, és lép ki ezen az úgynevezett kipfogó csövön, megy ki a kéménybe, és ezután távozik a szabadba. Egy motorfékpadon a motor járműben történő működését lehet vizsgálni, illetve emellett lehetőség van olyan tesztek végrehajtására is, amelyeket autóban lévő motorral nem, vagy csak nagyon nehezen lehet elvégezni. A célja ezeknek a teszteknek, hogy a motorokat tovább tudjuk fejleszteni. Valamikor a célunk az lehet, hogy nagyobb teljesítményt hozzunk ki belőle, jobb károsanyag kibocsátást, vagy egyszerűen olyan akut problémát megoldunk, ami egy adott motorral felmerül. A fékgépünk egy különleges gép, ez egy olyan rendszer, ami hirtelen gyorsulásokat és lassulásokat is nagyon jól le tud követni, ezért olyan vizsgálatokat is végre tudunk hajtani, ami a motor finom gyorsulásai és lassulásait vizsgálja. A mikroszkóp laborban a társterületek által tesztelt alkatrészek és próbatestek tömeg, illetve felületanalitikai vizsgálata zajlik. A laborban leginkább károsodott motoralkatrészeket vizsgálunk, illetve a tribológiai laborban, illetve a motorfékpadon járatott alkatrészeknek a koptatott felületét. Ezáltal megállapítható például a kopásnak a mélysége, a kopásnak a térfogata. Továbbá károsodott motorok esetén az alkatrész töret felületéből lehet következtetni sok mindenre, például az alkatrészeknek a terhelésére, túl volt-e terhelve és annak hatására tört el, vagy esetleg egy anyaghiba következett be. A konfokális mikroszkóp segítségével a felületet be tudjuk digitalizálni, itt látunk róla egy képet. Igazából miután elkészült a felvétel, utána a számítógépen történik a kiértékelése. Számítógépen különböző paramétereket tudunk meghatározni, mint például a felületi érdesség, porózitás, kopás térfogat. A Széchenyi István Egyetemen 2007 óta működő belső égésű motorok és járműhajtások tanszék óriási segítséget nyújt az autóipar számára.
A hallgatóknak pedig egy olyan tudást biztosít, amivel megalkothatják a jövő legmodernebb és legkörnyezetbarátabb motorját.